Néhány hetes nyári szünet után augusztus 24-től ismét várja az olvasókat a Városi Könyvtár. Az intézmény igazgatója, Prinyi Tünde, új könyveket is kínál önöknek. Köszöntöm kedves olvasóinkat, örömmel értesítem önöket, hogy ismét új könyvekkel bővült az állományunk. A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából 87 új könyvre tehettünk szert, ez közel 310 ezer forint értékű. A Nemzeti Kulturális Alap könyvkiadási kollégiuma pályázatot hirdetett a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására. E pályázat eredményeként a kiadóknak a támogatást nyert művekből meghatározott példányszámot az NKR részére át kellett adni, és ezek így a könyvtárakba is bekerültek. A néhányat csak szeretnék ízelítőül a készletünkből megmutatni önöknek, a többit majd a nyitvatartásunk ideje alatt, augusztus 24-től várjuk önöket szeretettel, 10-től 18 óráig, és tekintsék meg az ajánlatunkat. Néhány gyerekkönyvet szereztünk be. A Erdély Gyermekvers Antológia, Ragyog a Mindenség, melyhez tartozik a Kaláka Együttes által egy zenei CD melléklet is. Úgy gondolom, hogy hiánypótló ez a gyerekvers kötet, hiszen a szavaló versenyeken nagyon közkedvelt, hogy kortárs költőktől kell műveket választani. Itt az erdélyi nagyok, a Lászlófi Aladár, Kányádi Sándor művei találhatók meg. Jöjjenek be a gyerekek és forgassák őket. Buda Ferenc tollából a Fehér Lófia került feldolgozásra. Ez az egyik legszebb magyar névmesénket a Grimmbe faragva olvashatják a kisgyermekek. Fis Gábor László nagyapó meséi, Egér család története. Kis Ottó, Ati és a Holdvilág. Illetve horvát népesség és mondák. Itt össze lehet hasonlítani, hogy miben különböznek, illetve miben hasonlítanak a mi magyar népmeséinkhez. Ez is egy kincs, amit itt a kezemben tartok. És egy készségfejlesztés, furfangos kísérletek, ügyes kezek, ilyen könyvekre mindig szükség van, úgy gondolom, a könyvtárban. És térjünk át a felnőtt könyvekre, azon belül is a szakirodalomra, szinte mindegyik témából tudtunk válogatni a kiadók által felajánlott lista alapján természetesen. Van néhány úti beszámoló, úti élmény könyv. Itt a templomokról és a kastélyokról ilyen kis válogatás. Gróf Zichy József utazásai, ázsiai, illetve afrikai úti napló. Afrikai úti naplót tartok a kezemben Szemadám György tollából. Japánról szóló magyar nyelvű források, egészen a japán-kínai háborúig, illetve az első világháború végéig két kötetben. Úgy gondolom, hogy ez is egy különleges érték. Aztán Utcák alatti utcák címmel, Kárpáti Kamil verseivel, Velencéről lehet olvasgatni, illetve nagyon gazdagon illusztrált a kötet. Szintén egy újabb kincset fogok, Jókai Annáról szól ez a szeretet túlcsordulása Annáról Annának, ezt róla szól a kortársak a születésnapjára a megemlékezést írtak, mindenki a saját gondolatát osztotta meg ebben a kötetben. Akik szeretik Jókai Annát, úgy gondolom, hogy nagyon fogják kedvelni ezt a kötetet. Mikor a bábok még istenek voltak, ezt azoknak javaslom, akik szeretik a bábokkal kapcsolatos könyveket, illetve az iskoláknak a bábszakköreinek is ez egy hasznos segítője lehet. Sinkovicsi Imréről szól, fél évszázad a Nemzeti Színházban, ez a kötet. Nemzeti Színház és Sinkovicsi Imre természetes. Néhány
olvasónk nagyon kedveli a festészetet, ilyen festmény albumokat, festői albumokat és képzőművészeti albumokat vásároltunk. Ezek elég nehéz kötetek, viszont annál szebbek és szemet gyönyörködtetőbbek. Ransburg Jenőnek egy hiánypótló kötete van, az eddig meg nem jelent írásait foglalja ez a könyve össze. Aztán megismerés, tudomány alapjai, energia, ez a fizikáról szól, illetve kvantumfizika. Vannak olyan olvasóink is, akik érdeklődnek az ilyen tudományok iránt, illetve univerzum. Vagy a geometria, mi csodálatos geometria. Ez már akik jobban szeretnek természetesen a tudományba beleásni magukat, jobban szeretik. Elvált apák Magyarországon, ez egy helyzetjelentés, egy férfi szerző írta, mindig az elvált nőkről és a nők helyzetéről jelentek meg elsősorban könyvek. Ez alkalommal ez a férfi szerző most egy másik szemszögből vállalkozott egy ilyen szociológiai helyzet elemzésre. Pedagógiai kutatások módszertana. Ez szintén nagyon hasznos lehet a pedagógus kollégáknak, illetve akik ugye főiskolán, egyetemeken tanulnak. Kapitány Ágnes és kapitány Gábor szociológus szerzőpárunktól már van kötetünk. Ez a kötet is nagyon hasznos, látható és láthatatlan világok az ezredfordulón és utána. A tartalomból felolvasva, mi mindentől fél, szorong például az ezredforduló környékének embere, és stb. Ilyen témákat olvashatunk. Bentámbornokról is van egy könyv, akik a történelem iránt érdeklődnek. Illetve a sámánokról egy kutatás, egy tudományos kutatómunka, és a székely rovás írás nyomában is jelent meg egy kötet, és azt megkapta a könyvtárunk. Ezek voltak az ismeretterjesztő köteteink, és sok kortárs szerző könyvét kaptuk meg, akik verseket, elbeszéléseket és regényeket írtak. Donát Lászlónak elbeszélés kötete jelent meg, és néhány költemény, verses kötet. Különleges kötet ez az Isten háta mögött, mely történetek teremtő emberekről szól, olyan hírességek, akik a vidéki létet, a vidéki életformát választották a városi rohanó világ helyett, és az ő történeteiket lehet olvasni. Úgy gondolom, hogy érdekes az olvasmány. És néhány olyan könyv, amely a háborúról szól, illetve a táborokról, munkatáborokról. Ez a kötet például a 1942-ben játszódik, a barátnőket nem annyira a háború, hanem a szerelem érdekli, tehát a háború háttérben zajlik. A Sátán fattya című kötet, ez a II. Világháború lezárása után a Kárpátalján ugye 10 000-vel hurcolták el a magyarokat különböző munkatáborokba, a sztálini munkatáborokba, és ez a kötet például őróluk szól, regényes formában. Szintén munkatábor a szibériai fogolytábor, de ez egy krimi változat, tehát nyomoz a Szindbád nevezetű detektív. Ez a történelmi háttérrel egy érdekes krimit lehet itt olvasni. És másik két, egy napló, illetve egy regény. Szintén Gyurkovics Tibor, Fehér Béla, vagy Kontra Ferenctől is lehet olvasni különböző regényeket. Szeretettel várjuk Önöket a könyvtárban az új könyveinknek a megtekintésére, kikölcsönzésére. És itt szeretném elmondani, hogy augusztus 24-én hétfőtől újra kinyit a könyvtárunk, egy néhány hétig zárva tartottunk a nyári szünet ideje alatt,
És az első könyvtári programunkra is szeretném felhívni az önök figyelmét, illetve a családok figyelmét, gyerekek, családok, szülők, nagyszülők figyelmét. Szeptember 5-én újra folytatódik a Mazsola játszóházunk, szombaton 10-től 12 órai kezdettel jöhetnek a családok. Illetve még egy könyvújdonságot is szeretnék bemutatni önöknek, ezt egy szerzőpáros, Wilhelm Sándor és Harka Ákos, dr. Harka Ákos tanár úr tollából van, gyönyörű fotókkal van illusztrálva, és a Párcium halairól szól. Ez szerzői ajándék, itt szeretnénk megköszönni a szerzőnek. Forgassák szeretettel a Nagyvárad, Szatmár és Arad környéki halakról szóló kötetet. Várjuk önöket szeretettel a könyvtárunkban.